Na, hello, srácok! Szavaztok, meginvitálnának benneteket egy kis rendhagyó játékra, mármint van a G2A-nak egy olyan, a G2A egyébként egy olyan oldal, aki nem tudná, hogy lehet vásárolni különböző Steam kulcsokat. Na, ennek van egy olyan lootboxos szekciója, ahol gyakorlatilag lootboxokat lehet nyitogatni különböző játékokkal. Az úgy zajlik, ugye, hogy van itt fent, itt jobb oldalt, látjátok, hogy loot point, egy LP, gyakorlatilag ennyi pontod van, ezt el tudod pörgetni különböző lootboxokra, és azokban ugye játékokat nyithat. Ugye van például, van olyan lootbox, amelyik 8 ilyen LP-be kerül, van amelyik 30-ba, van amelyik 50-be, van amelyik 80-ba, és gyakorlatilag így folytatódik, van amelyik még 100 40-ben is. Ugye itt az dominál, ugye, hogy hány darab játék van benne, és milyen értékben. Például ebbe ugye 10 játék van 178 euró értékben, és igen, ez így működik. Nagyon nagy előnye egyébként, vannak ilyen oldalak, például van a, nem is tudom melyik volt, a dollár pont, nem tudom micsoda, amelyik hasonlóan működik, és vannak ilyen lootboxos oldalak, ahol a Steam kulcsokat lehet nyerni, viszont a G2A-i abba különbözik, hogyha nyitsz egy játékot, és az neked nem kell, akkor felajánlja, hogy gyakorlatilag eladhatod abban a pillanatban a játékot. Tehát, és ez azt jelenti, hogy lehet, hogy te pörgetsz itt mondjuk egy 8 LP-re egy játékot, de az nem 8 LP-t fog élni, hanem ez egy drágább játék, és akkor lehet, hogy ő felajánlja, hogy ad érte 40-et. Érted? Hogy ő nem annyit fog visszaadni neked, amennyire pörgeti, hanem ami a játéknak az értéke. És ez nagyon-nagyon jó dolog, gyakorlatilag még fölfele is tornázhatod az LP értékedet, nem lefele, és egyre többet pörgethetsz gyakorlatilag, hogyha szerencsés vagy. És én gondolkoztam azon, hogy ilyen nagyobb ládákat nyitunk, ugye 100 LP-n van, 2 darabot nyithatnék esetleg, ha szerencsém van, akkor ugye vissza is vásárolhattak, de nem, én inkább arra gondoltam, hogy nyissunk kisebbeket, és akkor, hogyha esetleg már nagyon sokáig eltökörésztünk, és még mindig van LP-nk, akkor lehet, hogy átmegyünk még a másikokra is, oké, srácok? Na, akkor menjünk át erre, ez a Chicken Dinner rádára, ami gondolom tudjátok, hogy minek az áthallása. Na, itt ugye itt vannak, hogy milyen játékok vannak, egyébként írja, hogy 73 játék, és mit tudom én, ilyesmiket ír róla. Na, ugye ebbe benn van a PUBG is, benn van ugye rengeteg nagyobb játék is, és van Metal Gear Survive, úgy de nagyon szar lett ez a játék, gyerekek, kire próbáljátok, és nagyon szar a fény, azt meg, sorry érte, milyen vörös fejem van, gyerekek. Ja, és akkor próbáljuk ki, megmutatom, hogy működik az egész. Nyomsz egy lootot, ugye? Elkezd peregni az esemény, és akkor megáll egy játék fölött, ezt gondolom mindenki ismeri, mi ez a lootbox technology. Hop, 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 és most ez a Puzzle Agent 2 jön ki, úgy látom. És ezt 8 pontért pörgettem, és látjátok, hogy felajánlja, hogy ezt akarod, akkor öcsém, én megveszem neked 8 pontért. Tehát gyakorlatilag ez a pörgetés, ami ingyen volt, nyomok egy ilyet, szépen visszaírja a pontomat, pörgetheted újra. Úgyhogy ez nagyon szuper, és hogyha esetleg egy Epic vagy egy Rare játékot pörgetsz ki, aminek nagyobb az érték, akkor természetesen nem 8 pontot fog felajánlani érte, hanem sokkal többet akár. Na, loot újra, és akkor adjunk neki. Remélem valami jót ki fogunk pörgetni, nem biztos egyébként. Általában azért úgy vannak megoldva ezek a dolgok, hogy annyira ne érezd magad jól. Mi a túró az? Mi az Shadowrun Hong Kong? Shadowrun-ja, hát ezt 5 darab LP-re el tudjuk adni. Egyébként az olyan játékok, amik tetszenek, azokat el is rakhatod, mert gyakorlatilag egy ilyen a útjaid, azok bekerülnek egy ilyen inventoriba, és azok onnan is el tudod adni. Tehát, hogyha nem tudod eldönteni, hogy most eladjam-e ezt a játékot, vagy ne, akkor ezt nyomhatunk olyat is, hogy szépen berakjuk az inventorinkba, és akkor esetleg, ha később elfogy a loot pontunk, akkor is el tudod ugye ezt adni. Na, de csináljuk, ne dumáljunk annyit. Én eladom ezt, nekem biztos nem kell a Shadowrun. Egyébként Shadowrun könyvek az régebben, ugye valami, milyen könyvek voltak azok? Ezek a Cyberpunk könyvek, ugye? Na. Újra. Jó lenne kifognunk valami epiket vagy rért. Még ha olyat is, ami nem kell nekem, meg gondolom azért jól adnának, érte? Jaj, mi ez? Mi ez gyerek? Ace Patrol. Még mi ez a Director Steam kell? Az mi? Direct Steam kell, az mi? Hát ezért kemény 2 darab izét. 2 darab loot pontot fogadni, hát de én eladom, mert biztos nem Ace Patrololok. Fogalmam sincs, mi az egyébként. Na, lootoljunk újra.
Vagyis, open, nyissunk újra, gyerekek. Na, ott az Epic Baze! Hogyne. Civilization 3, gyerekek, elmondom neked, hogy még azt tetszene is egyébként, de 10 évvel ezelőtt nagyon bejött volna, de most már nem fogok neked Civilization 3-at tolni, úgyhogy szer lesz ebből, úgy látom. Hát nem tudom, lehet, hogy lemegyünk egy 50-ig, meglátjuk, mennyire fog ez lepörögni. Látjátok, elég sokat nyitogatunk ahhoz képest, hogy ugye 8-ba kerül, mert ugye kapjuk is vissza a pénzeket, hogy ott is az Epic. És megint ez a Puzzle Agent, viszont ez talán 8-at adott, úgyhogy ez még örülök neki, hogy ezt nyitom, mert akkor mi jön vissza a pénz. Igen, szépen. Látjátok, 94 pénz LP-nél tartok, és 107-ről indultam, azt nyitottunk már, vagy 5-6-ot. Úgyhogy teljesen jó ez a rendszer, hogy vissza is adja a pénzt, amit gyakorlatilag bele költöttél. Ez mi? Epic. Az Epic-en nagyon könnyen átgördül, gyerekek. Ez meg mi a rák? Sandman, Premium, az igen. Fogalmam sincs, de meg se nézem, gyerekek. Ne arra úgyatok, adom el, mert nem jön be nekem ez a Sandman, nem tudom, Dream akármicsoda volt az, fogalma sincs. Gyere már papához, te Epic játék, mi az, úristen, mi az? Dungeon, Guild of Danger, Dungeonnél, micsoda? Jó van. Egyébként tudom, azt kéne nézni, meg kéne nézni, mik ezek ugye egyáltalán, de szerintem látom rajta, hogy ez nem az lesz a évjátéka lesz nálam, sajnos. Dobhatna valamit már, mi az? Bionic Commando, gyerekek, hát röhely, nem tudom mi rá. Jó, 7 ére lehet adni már, annak boldog vagyok, és még 86 LP-ing van. Igazából eddig nem jártunk semmit, tudom, de legalább jól elhúzzuk az időt. Ki van ezt találva, srác? A Mad Max Epic-ben van, amikor nagyon olcsó egyébként. Ennek talán olyan 3000 forintba kerül se Steamen, úgyhogy elég. Epic, ez már nehogy már túlmenjen, hallod? Nehogy már túlmenjen. Ekkora köcsög. Rage Parking Simulator, hallod? 2016-os és ebben még több is volt. Ejsz anyádba. Nem vagyok boldog. Figyelj már megint a Puzzle Agent. De legalább megint akkor 8-at ad. Ó, eladtam barátom, eladtam. Loot. Nem hiszem el. Ott állj meg, nem akarom azt a Puzzle Agentet, vagy a Parking Rage-es. Tököm tudja mi az, 2 euróért, vagy LP-en nyomja el. Fú. Azért most már kezdek ideges lenni, hogy ennyiből nem ad egy normálisat. Legalább egy rért, nem is egy izét, ne is egy epiket. Állj meg a Skyrim-en, barátom. Hát, Master, mi csodáltál? Minion Master, az mi? El fogom az összeset ezen pörgetni, és hogyha nem jön semmi, akkor izélek, letépem a fejemet. Nem van megint ez a izé dungeon, vagy guild dungeon, nem igaz. Az még nem volt. A komoly játék lehet, még a borítója is be az izével van rajzolva, painter. És takinek a kedvenc játéka. Az, miért van ilyen vörös fejem, barátom? Hogy biztos nem fogod megállni. Trinium Wars, hallod? Az nagyon jó. Eddig nyertünk körülbelül 40 Steam kulcsot, amelyik nem volt jó. Állj meg ott! Ne! Blood of Old, nem tudom mire, túró lehet az megint. Ez jó járnak velem, mert igazából mindent dobok. Most vagyunk felénél, ugye? Jó sokáig eltököltünk ezzel most. Jaj, ne Szibéria, ne Szibéria. Ez nagyon-nagyon egy olcsó játék. Jó, 7, ez még nem is olyan rossz.
Hát mondjuk egy 30-as körül, 30 körül egy másikra, egy nagyobbra, hát jobban dob valamit. Még a izé, még a Heizival még játszottam is volna, hallod. Mindent eladunk. Jaj, nagyon vicces hangom lehet egyébként. Szar. Szar nem vicces, hanem szar, tudom. Megint ez az Ace Patrol, menj. Ez mi? Ez mi? Ez egy játék, és ilyen borítja, hogy egy direct. Komolyan mindjárt rákeresek, hallod. Nem hiszem, gondolom nem egy nagy cucc lesz. Azt hittem, hogy ez valami ízű bug. Hát esélyem nincs a ízű Resident Evil-re. Jó, a gyerekek egy ilyen, nem tudom, 30 körül átugrunk a másra, mert ez kezd nem jó lenni nekem. Azt tudod, az epiket, epik, állj meg! Figyelj, hogy megindul, bazze az a mi. Megint ez a szar. Jó, most egyet még pörgetünk, azt körülnézzünk kívül. Hát, ha van valami értelmesebb. Állj meg, ó, esély nincs, hogy megálljon, úgyhogy. Menjünk ki, körül nézzünk? Nézzünk körül. Ilyen legendary, ilyen 30 ér. Hát 30, majd 15 ér. Mondjuk ez 34 darab. 260 belemennyi. Megnézzük, mik vannak, mert jó, hogy nagyjából. Nyomunk egy ilyet gyerekek, azt hamar rövidre zárjuk, nem igaz? Yeah, ez csukott szemmel. Mondjátok, hogy valami jó, kérlek. Na, most mindig kinyitjuk a szemünket. Komolyan mondom, örülök neki, baszad. Fallout 3, ez tök jó. Ez egy jó játék. Márjátok, rakjuk el. És akkor megmutatom jó, ez hallod. Nem egy nagy eresztés már, mint árügyileg. Tudom, itt olyan 1000-valahány forint. Nem olyan rossz ez. Akkor még nyomhatunk egy 8-asat. Mindegy. Jobban örültem volna valami drágámnak, de jó, legalább valamivel kijöttünk. Van olyan, hogy free test, azt add össze. Aj, meg nem tudom mi az. Shadowrun, már megint ez a Shadowrun, úristen. Ez mennyi, ez ilyen egyet adod, vagy még ötöt. Jó, figyeljetek. Jó, hát ezt elviszem, nem tudom mi lehet ez a Shadowrun egyébként. Jó, mindegy. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hát igazából jó, ez a izé, ez nem olyan rossz. Ez a Fallout 3. Ennek tudok örülni, mert egyébként ez egy tök jó játék, és ezt szerettem is. És hogyha gondoljátok, akkor még el is kezdek bele egy sorozatot, mert tényleg ez egy nagyon tudi játék. És megvan eredetibe, soha nem volt meg eredetibe, pedig játszottam vele csomót. Na, köszi szépen, jók legyetek, csá!